Szerintem nincs olyan tévénéző, aki ne hahótázott volna, egy igazán jót a Hahóta színtársulat produkcióin. A népszerű csapat erről az idén is gondoskodik, hiszen a társulat tagjai 2018 végére is egy fergeteges előadással készültek. A Hülyesség nem akadály című produkciót már december 28-án megnézheti a felhőtlen kikapcsolódásra vágyó közönség. Hogy mire is számíthatunk, arról kérdezzük vendégeinket, Kelemen Barnát, Puskás Győzőt és Kovács Levente rendezőt, akiket sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szép jó napot kívánunk! Üdvözlünk, köszönjük, hogy... Szeretett részünkről is minden van. Szóval akkor a Hülyeség nem akadály. Vagy kiderülhet, vagy. Hogy akadály-e vagy sem. Honnan jött amúgy ez a frappáns cím? Vagy csak így kipattant? Igen, hogy mentem, és egyszer csak a Hülyeség nem akadály. Hát nézi az ember az életet körül, annyi hülyét lát olyan helyen, ahova nem kéne elkerüljön. Hát ha neki oda került, akkor biztos, hogy nem akadály a hülyeség. Nem akarok neveket említeni az alacsony rétegektől a legfelső rétegekig. És ezért nagyon megtetszett a társulatnak ez a cím, mert minden évben a címmel sokat bajlódunk, hogy mi legyen, hogy legyen, de ez most úgy jött. Mondjuk a tanár úr címgyártó, tehát a valóság az, hogy minden évben olyan jó, frappáns és érdekes címeket talál, hogy mi sokszor gondolkodunk, hogy melyik is legyen, mi legyen, érdekes is legyen. És elég nehéz, hogyha az ember elkezd. Felhívja a figyelmet azért. Cím nem mondja el az előadást tulajdonképpen, csak azt a belső mély célkitűzést, akkor ez így jön. Ami aztán a nevetéshez vezet. Nagy-nagy rutinotok van különben már ebben, és szerintem egy nagy-nagy kihívás az is, hogy évre valami újat hozni, valami, ami egy kicsit más, ami megmosolyogtatja az embereket, ami tud örömet jelenteni, de ugyanakkor nem elcsépel, tehát hogy nem ugyanazokat a poénokat hallgatjuk. Hogyan építkezik most ezúttal ez az előadás? Hát ez alkalommal is 4 bohózatot viszünk színre, általában 4-5 bohózat fér bele egy ilyen előadásba, és hát azért a saját vágányunkon megmaradunk, mert továbbra is klasszikus kabarét val szórakoztatjuk a nézőket. De hát persze, ahogy mondtad, valóban minden évben egy picit nagyobb a nyomás az ember vállán, mert hogy arra törekedünk, hogy legalább olyan jó legyen, mint a tavalyi, mert úgy emlékeznek a nézők, hogy milyen jól szórakoztak, és ezért is veszik előre meg a jegyeket. Szinte van egy ilyen láthatatlan garancia a papír már a jegy mellett a zsebükbe, hogy igenis, 2 óra 20 percet nevetünk a Hahóta előadásokon, és ezért mindig úgy érzem, hogy ja Istenem, egyre nehezebb a helyzetünk, de hát azért van itt velünk a tanár úr, hogy segítsen ebben. Amikor van egy jelenet, vagy amikor úgy körvonalazódik már, hogy mi az, amit ti fogtok az idén csinálni, akkor hogyan álltok neki, mi történik, mit hoztok, ki mit hoz ebbe, mert én azt gondolom, hogy ti önmagában is már egy nagyon jó csapat, és szinte egy család vagytok. Tehát, hogy már mindenki tudja, hogy a másik ember milyen a karaktere, mit tud még hozzátenni ez a kész szövegkönyvhez akár. Nagyon fontos a szereposztás szerintem, és nagy része van persze a tanár úrnak, hogy olyan rálátással legyen, hogy megfeleljen az illető színésznek az illető szerep. És ez már fér siker lehet. Persze hagynak szabad teret is, tehát hogy magunktól elképzelünk valamit, hogy az a karakter az végül is az ki, mi, mire kell felkészüljön, milyen vonalat vigyen végig a darabon keresztül, de hát természetesen nem hiába találták ki a rendezőket, és nem hiába van nekünk egy ilyen segítségünk, mert hát onnan jön a fejlődés, amikor már különböző instrukciók és effektív megint értetik velünk is, hogy mi lenne nekünk a teendőnk. Jövünk mi is egy csomaggal, kapunk is nagyon sok instrukciót, meg információt, és ezáltal kialakul olyan szinten, hogy aztán a végére már tényleg minden mozaik összerakjuk a színészek a darabot, és kijön egy végprodukció, ami általában mindig nagyon jól sikerül. Milyen jó, hogy ennyit tudtok nevetni, ez egy nagyon hálás műfaj különben. Az első szakasz, a próba szakasz, az olyan körülbelül 10 nap röhögés, tehát nem tudjuk ez két terápia szerintem. Az az igazság, hogy az első 2-3
hétben mi is nagyon jól szórakozunk, de egy idő után, mikor úgy minden áldott nap ugyanazok a poénok elhangzanak, akár az én számból, akár a kollégám szájából, én már nem tudok, immun leszel egy idő után. A második hónapban már nem hallod a poént, hanem csak a szerepeddel foglalkozom meg a partnerrel, és akkor úgy érzed, hogy kicsit kezd kiszáradni, hol a humor? Én ilyenkor felteszem magamba, hogy ja Istenem, most hol a humor, mert hogy már nem nevettem más játékán. Majdnem még a szöveg is értelmetlenné, mondjuk csak mondjuk, és megijedek, valósággal megijedek, aztán mindig eszembe jut, hogy nem szabad megijedni, hiszen a tavaly is így jártál, a tavaly előtt is, és nagyon-nagyon két évtizeddel ezelőtt is. Nagyon várjuk a nézőket, mert ők aztán lelket lehelnek, visszaadják az érzitek amúgy néha, hogy például egy poén nem úgy sül el éppenséggel, ahogy gondolnátok, hogy lesz, hogy tehát ezt lehet érezni. Ellenkezőleg valami olyanon nevetnek, ami meglepetés. Inkább az történik, hogy olyan kis rejtett poénokon nevetnek, amire az ember nincs felkészülve, mert az igazság, hogy vannak olyan bombasztikus poénok, hogy szinte le tudnám kottázni, hogy itt, ha nem jön be a nevet, és akkor az már nagyon nagy haza. Tehát ott tényleg mindig bejön. Na most attól függ, hogy ki mekkora nevetést vár arra a poénra, de azért úgy nagy általában azért már tudjuk, hogy körülbelül hol kellene nevetni, és hogyan. Na persze, érdekes, mert függ közönségtől, városonként is függ ez az egész, és a városon belül is egy közönség nem ugyanaz, mint a másnapi közönség. Éppen ezért minden áldott nap, sokan azt kérdezik, hogy neked nem unalmas lejátszani, vagy nektek nem unalmas lejátszani 60. szor, vagy a 70. Nem, mert el kell felejteni, hogy mi volt a tegnap előtt. Arra nem lehet felülni, hogy igen, a tegnap nagy siker volt, nevettek, szórakoztak, más nézősereg jön be, és nekik premier megint. És ezáltal számomra is premier lesz. Minden este újra születik a darab. Van szégyellős közönség, akkor úgy jön össze, hogy ő nagyon élvezik, de úgy néznek, mert az nevet, a néha én sem nevetek, még megszólnak. És van röhögős közönség, aki olyan jól értesült, mert érzi, hogy mi jön, és már előre röhög olyas, hogy hagyja az Isten áldja meg, még ne röhögjön, mert akkor kellene. Tehát ez a két véglet, e között a libikókkal között zajlik. Ez között van a jó közönség, vagy a hálás közönség. De mindegyik jó, mert hogy van, megtörténhet olyan, hogy nincs egy bátor, nevető a közönség, és akkor lassabban mernek lassabban oldódnak, mert nem mernek olyan hangosan nevetni, hogy mit mond a mellette ül. Igen ám, de amikor valaki rázendít, elengedi a gyeplőt, akkor aztán teljesen kész, elindul a lavina, és mindenki felszabadul. Én különben azt érzem, hogy nekünk nagy-nagy igényünk van a humorra. Lehet, hogy ez az élet miatt van így, hogy az élet nehéz, bár ez közhelyes, de hogy szeretünk nevetni, és ez bizonyítja az is, hogy bárhová utaznak, mindenhol telt házzal játsszák ezeket az előadásokat. Tehát ennél jobb visszajelzés. Zsombori annélkül, hogy nincs telt, hogy ne se utazunk, hanem. Szoktatok-e esetleg személyes szinten is ilyen kis újévi fogadalmakat tenni? Én őszintén nem szoktam, mert kimutatásképpen is lehet olvasni sok helyen, hogy általában nem tartodnak ezekben, úgyhogy fölöslegesen nem. Vannak olyan dolgok, amihez ragaszkodom, például ilyen, megígérem magamnak például, hogy több időt szánok magamra, esetleg a hajtásból egy kicsit visszaveszünk, de ezek olyan dolgok, hogy és aztán másnap bemész és nem lehet megtalálni, mert reggeltől estig hajt. Ha meg is fogadom magamnak, pontosan ezért nem olyan nagyon komoly ez a fogadás, mert hogy megpróbálom, de nem mindig sikerül. Éppen ezért az ilyen dolog, hogy most nem dohányzom, vagy nem iszom alkoholt, vagy most ilyen, ezek mindig utánként sülnek el, mert hogy általában mindenki, aki megígérte rá egy hétre, szilveszter után már El is felejti, igen. Győző, nálad van-e ilyen? Én általában tavaly is ezt fogadtam meg, hogy több időt fogok szánni a barátaimra, a hozzátartozóimra, meg azokkal, akikkel. Sajnos eltelik egy esztendő, és nem találkoztam csak kétszer-háromszor, miközben szeretjük egymást, csak hogy el vagyunk távolodva a munka véget, mert mindenki végzi a saját feladatát, meg hogyha a családban, ugye azon a családosoknak nehezebb szabadidőt. Hát az idő, azt hiszem, az egyik legnagyobb kincsünk, igen, vagy ami nincs. Igen, hogy úgy szeretném beosztani, hogy több idő jusson. Az a helyzet, hogy ez a csapat ellentétben sok más emberi társulással hozzá van szokva, hogy együtt is jól érezzük magunkat, jól szórakozunk, szeretjük egymást, és ez valahogy az életünkbe, mint igény, beszivárog a civil életünkbe is, és nagyon nehéz megvalósítani.
Hát, te mondjad. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hát teltházas előadásokat kívánunk nektek mindenképp, ami gondolom köszönjük. Már megszólt. Ez olyan, mint amikor valaki megnyerte a 800 milliós, de ezt jön a Pali, azt mondja, kívánom, hogy nyerd meg. Igen, valahol azért is tettem hozzá, hogy nyilván ez már hatatállatok. Lehet ezt még überelni szerintem, és az a jó, hogy a közönséget mindig sikerül valamilyen formában meglepni, és akkor mi ehhez kívánunk nektek feltöltődést, hogy mindig legyenek új poénok, és mindig legyen olyan közönség, aki nyitott felétek, és bizalommal fordul, mert akkor szerintem 10, 25, 30, 40 év múlva is fogunk tudni hahotázni veletek. Köszönjük jó, szépen! Áldott ünnepeket, és köszönjük szépen! Kívánjuk, hogy azért az a meglepetés érje, hogy ott vagytok az előadásokon. Én most megígérem, hogyha kapok jegyet, akkor elmegyek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!